Varázsolj egy nyári emléket egy párnahúzatra. Azt gondolom, hogy naplementés, nyaralós képe mindenkinek van a telefonján. Erre lesz szükség, és ebből inspirálódva megmutatom, hogy hogyan lehet egy festményt elkészíteni a párnahúzatra, méghozzá úgy, hogy nem feltétlen kell hozzá textilfesték. Egy naplementés kép megrajzolásánál, megfestésénél mindig először a horizont kiválasztásával érdemes kezdeni. A horizont lehet akár pont a kép felében, vagy a kép alsó egyharmadában is, attól függően, hogy mi van ugye a magán a képen. Itt most egy ilyen vízparti naplementét szeretnék megjelenteni, és azt szeretném, hogy az égen lenne a hangsúly, ezért körülbelül ide az alsó egyharmadba fogom tenni a víz és az ég találkozását. A napkorongot pedig nem középre érdemes szintén tenni, hanem azt is egyharmadba, vagy balra, vagy jobbra, attól függ, kinek mi a szimpatikusabb. Általában egyébként inkább bal oldalon helyezkednek el a festményeken. Az eget úgy fogom megfesteni, hogy rózsaszínből átmegyek kicsi lilából rózsaszínbe, és aztán sárgába, főleg itt a nap körül, és a víz pedig visszaveri majd a rózsaszín eget, úgyhogy egy kicsit ilyen rózsaszínből indulok el, és természetesen kékbe fogok át, úgyhogy átmenet festések lesznek bőven. Magát a festéket úgy fogom elkészíteni, mert hogy ugye készítünk textilfestéket. Egy az egy arányban összekeverek akrilfestéket ezzel a textil médiummal, így utána egy bevasalás után szépen 40 fokon mosható lesz, és ugyanúgy bánok ezek után, az összekeverés után a festékkel, minthogyha éppen vászonra festeném. Egy kis festőragasztószalaggal vagy dekortapasszal érdemes kiragasztani azt a területet, ahol dolgozni fogunk, mert akkor nem kell annyira ügyelni az ecsetvonásnál, hogy ne szaladjunk ki. Természetesen elhagyható, de akkor fontos odafigyelni precízen a keretek megtartására. Egy ilyen nagyon halvány lilából fogok elindulni, lilát, rózsaszínt és egy kicsi fehéret összekeverek, és viszintes ecset mozgással egy alapréteget adok neki. Érdemes lapos ecsettel dolgozni egy ilyen égbolt megfestésénél, mert könnyen váltogatható akkor, hogy a szélesebb vagy a ugye keskenyebb felületét használjuk, és akkor egy alapréteget lehet a szélesebbel, és szépen az átmeneteknél meg egy picit a keskenyebb oldalával húzni vékonyabb, olyan felhősszerű elmosódásokat. A második részben már egy picit több rózsaszínt fogok hozzákeverni, inkább már elkezdem rózsaszínűvé tenni az égboltot. Teteje lesz ilyen lilás, rózsaszínes, és az alap után majd rákerülnek kicsit élénkebb fehér és pinkes felhőrétegek is. A horizont fölé elképzeltem egy ilyen kis átrepülő madárrajt, úgyhogy ide majd fekete sziluettben ezeket meg fogom festeni. Viszont ahhoz, hogy ez igazán kiemelt és izgalmas legyen, egy picit erre a részre majd egy fehér felhő átmenetet fogok alájuk dolgozni. Ez most annyit jelent itt az első rétegnél, hogy kicsivel több fehéret használok abban a sávban, ahol a madarak fognak keresztül repülni. A pasztel rózsaszínnek és ennek a pasztel sárgának gyönyörű, egy kicsit ilyen narancssárgás színe van, ha összekeverjük. Ezt elkezdem belecsempészni ide az alsó részbe, ahol ugye itt a horizontom, éppen egy picit fölötte, mert ugye itt, ahogy süt a nap, itt majd teljesen sárga lesz a kép, és az megvilágítja, hogy a napsugarai megvilágítják, és egy kicsit ilyen narancs sárgává színezik az ég alját napleventekor. Ahogy közeledek a napkorong felé, egyre több sárgát használok, és a napkorongot magát, hát attól függően, hogy mennyire szeretném, hogy kiveltő legyen, már-már teljesen fehérrel is érdemes festeni. Az égbolt első alaprétegével megvagyunk, egy kicsit én még azt szeretném, hogy homogénebb legyen az alapréteg, ezért nagyon vékonyan, fehérrel át fogok menni rajta. A horizont alatti részt kék és rózsaszín keverékével fogom kifesteni, mármint ami az alapréteget illeti. Itt annyiban különbözik a festési mód, hogy a vékonyabb oldalát használom az ecsetnek, és kicsit kisebb keresztcsíkokban, kicsit váltakozva rózsaszín kék váltakozásával festem fel az alapot. Ez fogja majd a hullámok alapját képezni, ugye a rózsaszín az a visszatükröződése lesz az égnek, hát a kék pedig a, egyértelműen a vízszíne. A kékben is igyekszem több árnyalatot használni, hol kicsit több fehéret, hol kicsit lilát keverek hozzá,
és így egy ilyen átmenetes alapot adok neki. Amikor megszáradt a víz alaprétegem, ezt is egy kicsit összedolgozom, itt nem fehérrel megyek át rajta, hanem a tetején egy kevés rózsaszínnel, az alján pedig egy kevés kékkel, hiszen ami közelebb van a horizonthoz, az jobban visszaveri, visszatükrözi az eget, úgyhogy az rózsaszínesebb lesz, és ami meg közelebb van hozzánk, ott meg jobban érvényesül a vízszíne. Hullámok tetejére egy kis fehéret teszek, ez adja meg a 3D-s hatást, meg minthogyha habos hullámok vetődnének ezen a vizen. Nagyon-nagyon szépé teszi a végeredmény. Illetve még ami fontos, hogy majd itt az aranyhidat is megfessem, amit ugye a nap oda vet a víztükrére, de ehhez megvárom, hogy teljesen megszáradjon az első réteg, illetve a második is. Ha elkészültetek magával a víztükörrel, illetve az égbolttal, akkor jöhet rá egy kis sziluett, egy kis fekete sziluett nagyon jól tud tenni az ilyen naplementés képeknek, mert még jobban kihozza a szép színátmeneteket, még izzóbbá, intenzívebbé varázsolja az egésznek a hatását. Lehet ez persze egy fenyőerdősor, ezt látom gyakran, lehet ez valamilyen, bármilyen erdő, egy fűzfa, amilyen naplementés képet elképzeltek. Én most madarakat gondoltam ugye az égboltra festeni, úgyhogy ezeknek a sziluettjét fogom elkészíteni, fekete festékből is csinálok textilfestéket, és szépen aprólékosan kiszínezem ezeket a kis madár sziluetteket. Még a teljes megszáradás előtt érdemes lehúzni a kis kitakarókat, hogyha esetleg aláfolyt volna, vagy valamit még igazgatni kell, akkor még ugye itt vannak a festékek, lehetőség van egy kis javításra, akár egy plusz keretet lehet csinálni, a véletlenül aláfolyt, vagy bármilyen kreatív ötletet kitalálni, semmiképpen se esetek pánikba, előfordul az ilyesmi is, úgyhogy az a lényeg, hogy ilyenkor hogyan reagáltok, és meg tudjátok találni a megfelelő megoldást, azzal már egy kicsit gyakoroltátok újra a kreatív agyféltekétek használatát. Egy-két fontos technikai információt is megosztok a textil médiummal kapcsolatban, hogyha kivasaltátok a kész művet, akkor utána 40 fokon mosható lesz a párnahúzat, vagy akár egyébként pólón is jól mutat ez a minta, illetve javasolt inkább világos alapszínen használni, mert a feketére mindig speciális festékkel. Remélem, hogy tetszett ez a technika. Az Inspirációk magazin csatornáján újabb és újabb különleges technikákat mutatunk, úgyhogy érdemes feliratkozni erre a csatornára is, hogyha kíváncsiak vagytok extra inspirációkra. Találkozunk legközelebb is, sziasztok, szép kreatív napot!